Schindler listája című 30 évvel ezelőtti 7 Oscar-díjat nyert történelmi filmdráma fő témája is megszólalt. A holokauszt nyíregyházi és környékbeli áldozatainak emlékére tartott megemlékezésen. A vármegye székhely számos utcáján alakítottak ki gettókat, ahonnan 1944-ben megkezdték a zsidók deportálását. Nyíregyházán a Bernstein Béla téren emlékmű őrzi ezt a múltat. Ez a tér emlékeztet bennünket arra, amit korábban felejteni és tagadni akartak, hogy többet ne adhassunk teret a gyűlöletnek. A mi feladatunk, hogy emlékezzünk azokra, akiknek halála hiába való volt. A mi feladatunk az, hogy ez a fajta ártó szándék többet ne ismétlődhessen meg. A történelmi Magyarországon a zsidók létszáma 1910-ben az akkori 21 milliós népességen belül meghaladta az 1 millió főt. Közülük sokan Nyíregyházán éltek, a város lakosságának 12%-a zsidó volt. Magyarország háború szerepvállalásával, az újabb zsidó törvények elfogadásával és az ország német megszállásával az események tragikus irányt vettek. A deportálások végrehajtásához 120 fős SS alakulat érkezett az országba, és több tízezer főt telepítettek a gettókba. Május 14-én Nyíregyházról indult az első transport Auschwitz-Birkenauba. A Szabolcs-Szatmár Bereget magába foglaló első zónába 44 ötödikére egyetlen egy zsidó sem maradt. A nyíregyházi zsidólista több mint 4700 nevet tartalmazott, közülük a nyíregyházi evangélikus Kossuth-Lajos gimnázium emberséges tanárainak köszönhetően kiengedtek 16 zsidó maturandust a gettóból, akik leérettségizhettek ugyan, de rögtön utána egy kivétellel deportálták őket. 15-ükből mindössze 3 élte túl a Shoah-t. Az országos főrabbi ezért elsősorban a megemlékezésen jelen lévő fiatalokhoz szólt. Arra hívta fel a figyelmüket, hogy időről időre emlékezni kell erre a tragikus eseményre. Képzeljetek el egy világot, ahol nem akkor látogatjátok meg a nagyit, amikor akarjátok. Képzeljetek el egy világot, ahol nem akkor beszéltek apukátokkal, anyukátokkal, amikor hazaérnek. Egész egyszerűen azért, mert a nagyit egy korábban elinduló vonatra tették föl, mert apu elment munkaszolgálatba, és ki tudja, hogy visszajön-e. Na, ilyen világ volt, és ez a világ azt eredményezte, hogy számtalan hozzátok hasonló korú gyerek, ha szerencséje volt és életben maradt, nem találkozott soha a szüleivel többet. Számtalan hozzátok hasonló korú gyerek nem ismerte a nagyszüleit. A holokauszt nyíregyházi áldozataira való ünnepi megemlékezésen a város és a vármegye vezetői koszorút, a zsidó szervezetek képviselői pedig emlékköveket helyeztek el az emlékműnél.